Schmidt Szaszmus csatornán jelentkezik az Elder Scrolls Online című játéka. Mivel ilyen szép borongós időnk van, ezért jobbnak láttam egy kis Elder Scrolls-ozásra szállni az időt, mint hogy kint legyek a szakadó esőben. De ez egyértelmű dolog, úgyhogy ma is fogunk egy, hát egy jó két órát legalább Elder Scrolls-ozni. Nagy RPG fanokat szeretettel üdvözlöm, és a nem RPG fanokat egyaránt. Ma szerintem menjünk Versa Santroval, mert vele már régen voltunk, és amúgy is ő a legalacsonyabb szintű karakterünk, úgyhogy vele kéne egy kicsit fejlődni. Csináljuk a mellékküldetéseket, főküldetéseket, mindent, szóval mindent kipróbálunk, úgyhogy sem küldetésekben, sem pedig harcokban nem lesz hiányatok, úgyhogy remélem, hogy jól fogtok ti szórakozni, és én is. De úgy, mint múltkor, hogy majd szétcsesztem a kontrollert, amikor nem találtam meg ezt a rohadt time breach-et, számolászett küldetésben, de mindegy, most ilyen remélhetőleg nem lesz, úgyhogy vágjunk bele a lecsóba. Is. Oké. Okay. Itt vannak az újdonságok, amiket meg lehet nézegetni. Na, most annyira nem vagyok kíváncsi rá, úgyhogy itt most be is van rakva egy Sir Hughes-szal kell találkozni a házában. Na. Fingom nincs, hogy mi volt ez a küldetés, de mindegy, csináljuk azt annyi. Na, találkozunk Sir Hughes-szal a saját házában. Na Mizu. Mizu Sir Hughes. Ali. Mi a helyzet? Did Sir Hughes send you to kill me? Mi csinál? Ha miért kell, hogy megöljelek, basszus? Normális vagy? You're not here to... Oh, merciful Stendar! Lakana! Mi csinál? No, okay, she's not safe. Hughes is going to kill her. He's crazy. Something about his dreams. If you don't believe me, check his journal. He was writing all about it. First though, untie me. I have to get back to the castle and warn Lakana. Most se semmit nem értek, mindegy. Szóval azt mondja a csaj, hogy az a valaki, akit meg kell mentenünk, az nincs biztonságban, hiszen Hughes meg akarja ölni. Azt mondja, hogy őrült. És hogy valami az álmaival van kapcsolatban. És hogyha nem hiszek neki, akkor olvassam el a naplóját. Erről írt benne. És akkor azt mondja, hogy először is oldozzam ki, és menjünk vissza a kastélyba Lakanát figyelmeztetni. Oké, okay, várj egy kicsit, eloldozlak. Oké, okay, minden oké. Okay. Na, mehetünk? Menjél szépen. Maci, te is gyere. Mi, macska is van itt, basszus? Jó, akkor macska is. Medve, minden van itt, egész állatkert az egész, oké. Okay. Na, zúzzunk. Na, itt is esik az eső, hál' Istennek. Van Duchess Lakana, és akkor itt mi van? Ja, hogy még el kell olvasnia. Oh. Akkor először elolvassuk a naplót. Hol a napló? Itt van. La 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 la
Miért csinál? Valami sok örültség van leírva benne, amit az álma bíztatott arra, hogy ezt megtegye. És ezért akire megölni egy csajt is, gondolom. Na, menjünk akkor a kastélyba. Hol a bejárat? Valahol itt lesz. Maci is jön velünk. Aha, én is ezt mondom. Igen, mindenre kevés az idő amúgy tényleg.
De Elder Scrolls-ni mindig van idő. Szóval, itt a kastély megyünk be. Belőtt. Oké. By the gods, they've murdered the Duchess. Mi is ez? Hol bőgtök, basszus, nem igaz? Most az emeletem? Hol van itt a lépcső? Én is azt mondom, Maci, mi a fuck van itt? És mi? Hát olvasom egy kicsit. Nos. Most akkor, ja ott, oké. Itt kell felmenni. Jó. What's this? Mi van? Nem engedtek be? Azt hittem a Duke Nukem, mondom, mi a túró, nem már? Ajjaj, Lokánát megölték. Még meleg a test, az érintésre. Aha, tehát a tör a hátában azt jelzi, itt a vágások, hogy a lovagok, vagy a láng lovagjai ölték meg, és ez valószínűleg szőrhűtzi ez a fegyver. Oké, akkor beszéljünk Nathaniel-lel. Hello. This cannot be real. Alakana. You spoke with her, didn't you? What do you know of this? Tell me. Én beszéltem vele utoljára, mit tudok róla. Hát, és nem hiszi el, hogy ez megtörtént, ez nem valóság, igen, azt mondja a csávó. Azt mondom neki, hogy Sir Hughes felelős mindezért. Sir Hughes? Was he mad? He was supposed to protect her. How will I explain this to Lakana's father, to her sister? Lakana would never hurt anyone. She was innocent, my beloved wife. Ah, so a férje, aha. Okay, kapunk egy ilyen sisakot. I don't understand. Sir Hugh served me for so many years, loyally, faithfully. Why would he murder my wife? Nem érti, hogy miért. Nem olvastam a naplóját, valószínűleg azért nem tudja. Vagy sok éven át ugye szolgálta Sir Hughes, ugye Lokanát és őt. Hát lojális volt, és én megbízott benne, de hát nem érti, hogy miért ölte meg a feleségét. És akkor elmondjuk neki, hogy hát ő... az álmaiban, mert eltervezte, hogy az Alker kastélyt szét fogja rombolni. Dreams? That maniac murdered my wife on the basis of a dream? He will die for this! You must help me find him. He's probably gone to Firebrand Keep. Please, do it for Lakana. Find Hughes and kill him! Nekem kell megölni a csávót, ez tök jó. Oké, rendben. Kinyírom a csávót, ez tuti. Oké, kinyírjuk a kis gecit, megyünk és megpiszkáljuk a piszkálóval. Na nézzük, mi az a sisak, amit kaptunk. Oh! Magic az kell, úgyhogy ez most nem... Nem mi nagyon jó ez a sisak, de minden esetre még a déli rewardot megszerezzük. 25 3 Restoration Potion. Nice. Na, ez nem olyan rossz. Oké. Köszi a déli rewardot, és akkor megyünk. Maci? Hol a Maci? Maci, eltévedtél, basszus, hol a túróba vagy, mert megint nem mindig. Jó.
Most... Mi van bagos, mi a... Azért... Kedvenc hátasom. Arra megyünk. Szerintem nem messze olyan messze. Még is nagyon remélem. Kell messzire menni. Itt viszont van egy felfedezetlen teleport, ezt muszáj unlockolni. Mert akkor esetleg, hogyha ide akarunk visszajönni, akkor csak egyszerűen ide teleportálunk így. És akkor megyünk a helyes irányba, vagyis arra. Oké. Haló? Jó. Oké. Ja, itt is vagyunk szerintem. Jó, egy-két farkas. Haló? Ennyi. Itt a farkasról. És akkor itt van valahol a közelben. Világ. Ott van még egy farkas, jó, az nem érdekel. Na és itt a csávó. Tőle kell megkérdezni. Yes, Charlie. Okay. You're looking for Sir Hughes, aren't you? Get in line. We've been waiting for him to come and clarify our orders for days. He returned, all right, but mumbling incoherently. Know what that means? Just more confusion. I think Hughes has lost it. Hmm. Azt mondja nekünk a Charlie, hogy csak nem Sir Hughes-ot keresik, de hogy is nem, hát őt keresik, bassza meg, hát azért jöttünk ide, hogy nem. Azt mondja, hogy szerencsésen visszaért, és hogy össze-vissza beszél mindent. És tudod, ez mit jelent? Csak még több problémát. Igen, megölte a Lucanát. The Duchess is dead? Hughes killed her? Oh, for Mara's sake, I didn't think he was that crazy. I guess that explains why his orders were so confusing. Good thing we didn't march on the Red Guards at Alcair Castle. So, I guess if Sir Hughes killed the Duchess then, crazy or not, the Duke is going to want him to answer for that. I guess this means we're going to have to find a new leader. Inkább azt mondd meg, hogy hol van, basszus. He went into the keep. Sir Croy might be protecting him, though. Finding Hughes may be difficult until we clear up all the confusion here. You should talk to Sir Edmund. He's just up the steps. Hát ez tök jó. Még van testőre is. Aztán Edmunddal kell beszélni. Taking a stand for what's right is never easy. Hello. If you've come to Firebrand Keep to petition for help from the Knights of the Flame, I'm afraid you'll be disappointed. Our leader, Sir Hughes, seems to have gone mad. And the Knights are divided over whether or not to follow his last order. Hmm. Igen, ő is azt mondja, hogy megőrült. És akkor elmondjuk neki, hogy mit csinált. This is far worse than I thought, and makes our cause all the more critical. Sir Hughes just returned to the keep, acting strangely. He's in there with Sir Croy, who is making preparations to attack the Red Guards at Alcair Castle. Meg kell állítanunk őket. Indeed. Myself and these others were exiled for standing against Sir Croy, but we are too few at present to retake the keep. There are other knights in the keep who are questioning Sir Croy. Could you go in and look for those who would join us? Persze. Megnézem. Akkor ők is legalább csatlakoznak, és akkor együtt meg tudjuk menteni az egész város, basszus. Na jó. Oké. Hello. If Alcair is truly threatened, regardless of where it comes from, I will defend it to the death. Azt mondja, hogy a végsőkig megvédi Alcairt. Igen, és akkor elmondjuk neki, hogy igen, ez a támadás, ez nem jó dolog, illetve ez a terv, amit kieszed, ez a köcsög. Inkább Sir Edmundnak segíts. This doesn't make any sense at all. My duty is to do what's right, not to blindly follow orders. Pontosan. I'm with you. Oké. Gyere, csávókám. Beszéljünk a többiekkel is.
ő elment arra, Söredmundhoz, oké, okay, beszélünk ebből is, ebből a csávóval. I'm a knight of the flame. We're the protectors of all care. Oké, okay, rendben, tudom. Szóval a terv, amit az őrült királyotok eltervezett, illetve elmondott neked, az baromság, és inkább segíts Söredmundnak. You would have me disobey direct orders and turn against Sir Croy? You sound like that coward, Sir Edmund. You're an enemy to the order, and I will see you slain. Oh, kis buzia. Gyere csak. Na gyere! Gyere, kis köcsök, gyere! Ezt a buzit. Jó, van, akkor megyek hozzád. Na, beszéljünk a másikkal. Remélem, hogy megértőbb lesz. És akkor ugyanaz mondjuk, mint a többieknek. You're right. This doesn't make any sense at all. My duty is to do what's right, not to blindly follow orders. I'm with you. Na király, akkor már két követőnk van, fasza. Hello? I never thought I'd see the day when Firebrand Keep was divided. These are dark times indeed. Igen, szerintem is egyet fog érteni velünk. You would have me disobey direct orders and turn against nem. Sir Croy? Ő pont nem. You sound like that coward, Sir Edmund. You're an enemy to the order, and I will see you slain. Akkor egy ilyen, egy olyan van. Jó. Defend yourself then. Köcsög, gyere! Gyere, kis buszi, gyere! Ez az. Köcsög. Na. I never thought I'd see the day when Firebrand Keep was divided. These are dark times indeed. No? You would have me disobey direct orders and turn against Sir Croy? Persze, hülye vagy megint. Coward, Sir Edmund. Ne, ez a köcsög. You are an enemy to the order and I will see you slain. Okay, gyere csak szépen. Loyalty will prevail. Gyere csak! Azt hittem, még valaki itt van, azt is. Hello? If Alcair falls, what's next? Wayrest? If these Red Guards mean to invade, we have to stop them here. Ez az, ő haver lesz. You would have me disobey direct orders and turn against Sir Croy? Ez is köcsög. You sound like that coward, Sir Edmund. Na jó. Loyalty will prevail. Köcsög. Menj haza. Ez az. Na jó. Beszéljünk ezzel. This is not a good time for the Knights of the Flame to be divided. You're right. This doesn't make any sense at all. Na jó. My duty is to do what's right, not to blindly follow orders. I'm with you. Na király. Akkor már csak egy kell. Egy csávó kell. Vagy egy csaj. Abban a csajok nem voltak annyira jó. Szerintem aki itt áll az ilyen oszlop mellett, azok mind köcsögök, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Preparing the entire order to go to war isn't easy. This is going to take some time. Na nézzük, mit reagálnak erre. You're right. This doesn't make any sense at all. Na király. My duty is to do what's right, not to blindly follow orders. I'm with you. Na zsír. Na jó, oké. Okay. Akkor visszamegyünk Sir Edmundhoz. Elmondjuk neki, hogy találtuk. Ja, úgyis oda mennek ők is. Úgyhogy... szerencsére már kicsit nem az, hogy túl erőbe, de legalább többen vagyunk, mint eddig. Na. I knew more of my fellow knights would come to see the insanity Sir Croy means to unleash at Alcair Castle. I think we have enough knights now to retake the camp. I've sent them to take up strategic positions. Ez az. Csak kész vagyunk, akkor ennyi emberrel megtámadni ezt a köcsögöt? Indeed. Taking up arms against our fellow knights is something I know none of us wishes to do. But Sir Croy has forced this upon us. This is unpleasant business, but let's get on with it. Okay. I've told the knights positioned around the castle to attack on our signal. There's a siege horn mounted atop Firebrand Keep's main hall. If you are willing, I would ask you to go there and blow the horn. That will signal everyone to attack. Okay.
meg kell fújni akkor a kürtöt, és az lesz a jel, hogy megint kezdődhet a támadás. Oké. Okay. Blow the Great Hall Siege Horn. Oké. Okay. Meg kell keresni, hogy hol van akkor először. Itt lesz Ben. Oké. Okay. Bevegyünk ide. Na, hol az a rohadt nagy kürt? Ott lesz, ott van. Itt Ben. Oké. Okay. Na, itt van. Nyomjuk. Nem is ad hangot, de kezd... Még azt hittem valami hangot ad legalább. Na, ekkora szar. És most szőled munddal kell beszélni, oké. Okay. Itt is van. Keep those weapons sheathed. We caught them by surprise, and I think we have the upper hand. I've been wounded, though. I don't think I'd be of any more use in the battle. Okay, well, rendben. Tehát megsérült, és nem, lehet, hogy nem fog tudni nekünk segíteni tovább a harcban, úgyhogy nem baj. És akkor azt mondjuk neki, hogy már eleget tettél így is, I've done what I could, but I failed to find Sir Croy. Now I fear he would best me quite easily. I need you to do this. I believe the other knights will stand down if we can defeat Sir Croy. Will you face him for me? He's in the eastern garrison. Kill him. Put an end to this. There's another siege horn on top of the garrison. When Croy is killed, blow that horn. The knights will pause and I'll use that moment to call for an end to the fighting. Okay. Hát meg kell ölni Sir Croyt, és utána meg kell fújni a kürtöt megint. Okay. Hold a köcsög, menjünk erre. Okay, go. Aha, persze, megyek a picsába. Maci, támadj! Arrohadt! Meg fogunk dögleni! Mondom. Ezt gáz volt. Nem raktam be semmi healing cuccot, mondjuk volt ez a gombás rész, de... gondoltam, hogy ott ellébegek, de hát nem sikerült, nem mindegy, akkor megyünk még egy kört. Oké. Okay. Halló? Itt is ellébegünk. Nem tudom, merre kéne libegni, de... Nagyon rossz helyen vagyok szerint. Oh yeah! Jó. Oké. Okay. És hol az a rohadt kastély? Nyom. Oké. Okay. Igen, erre. Itt be. Jött föl. Jött fönt kéne menni talán, nem? Habár itt azért... szerintem jó helyen vagyunk itt is, nem? Arra mutat nagyon. Akkor nem jó helyen vagyunk, bocs. Na. Itt még a harc, itt fölöttünk lehet hallani. Oké, akkor menjünk arra. Mi a maci utánunk, ez nagy dübörgés. Ahogy nem tudunk arra menni. Erre itt föl. Kérdés, merre tudunk egyáltalán menni? Itt erre. Pardon watch. Akkor erre megyünk. Itt két esélyes a felugrás, úgyhogy... Aha, nagyon jó. Jó. Megyünk mint Mission Impossible-be. Majdnem. Nem jött össze. De akkor itt föl, és akkor itt erre. Te haver vagy? Jó, akkor jó. Arra. Nézzük, merre kell menni amúgy? Nézzük már meg. Na jó, menjünk a... Merre kell.
Ja, most már irányba vagyunk. Ezt a köcsögöt itt megöljük. Oké, okay, egy megvan. Gyere, te buzi! Elmész innen a túróba, köcsög. Jó? Maci, menj rá! Oké. Kis izé. Legalább föltöltődik a... Magica? Na? De szarja helyre tettem ezt, nem? Bár ott jó lesz. Oké, megvan. Itt van még kettő köcsög. Menj rá, Maci! Kapsz healinget a nagy lótúról. Köcsög. Megdög lesz. Ez az. Mi itt lődözött a köcsög? Elmészem haza. Az az. Na jó. Nem is lesz ilyen egyszerű megölni ezt a csávot, úgy látom. Úgy érzem. Na mindjárt rakunk be healinget. Mindenképpen. Ezek jó healingek lesznek szerintem. Aha. Jó, egy healing most, és akkor a többi meg... Meg akkor nem. Jó. Oda betesszük. És akkor majd... De nem látszik ott semmi amúgy. Nem értem miért. Amúgy furi. Mert ott pont nem látszik semmi a slotable itembe. Most? Most se, túró se látszik. Basszus, nem tudom. Na mindig. Ez a szint lépés. Nagyon jó. Na mindegy, előre berakjuk egy ilyet. Ez az. Nyomtam be egy kis healinget ott. Oké, na ez meg is van. És akkor szintlépés, rácok, szintlépés végre. Na nézzük, 1304-es cumó. Azt szerintem biztos, hogy jó lesz. Jó lesz, oké. Ez az. Magicára teszünk. Kettőt. Úgy, és akkor van két skill pointunk, azt elcsesszük. Nem muszáj. Feral Guardian. Jó. Wild Guardian lesz. Vagy pedig Eternal Guardian. Jó, muszáj. Oké, okay, Eternal Guardian lett belőle. És akkor elkölthetünk még egy Swarmra. Yeah, ez nagyon jónak tűnik. Ezt el is költjük és berakjuk. Egy oda az el egy helyére szerintem ez lószart se ér, meg ez a burikán se nagyon, úgyhogy azt helyett akkor begyomjuk, oké. Okay. És mindjárt ki is próbáljuk, illetve még berakjuk a kardot, mert ez muszáj. Igen, ez jobb, ez lesz a menő. Oké. Okay. Na és akkor most kipróbáljuk ezt. Oké. Okay.
Okay. Okay. Megvan. Nagyon jó. És akkor ők itt még jelenség. Ugye hárman vannak összesen. Ez fasza lesz. Egyre ráküldöm ezt. A többit meg be. Nesze. Jó. Oké, megvan. Most már csak ez van. Arrohadt a nyelv. Oké. Pedig én nagyot akartam rácseszni, na mindegy. Így is jó lesz. Most már muszáj lenne pedig berakni ezeket a... Nem, be akartam, hanem ide. De miért nem lehet berakni, ezt nem értem. Szóval ide berakom fölülre, de valamiért nem jelenik meg. És ennek a helyre kéne betenni? Vagy én nem tudom, de... Szerintem most jelenik meg kb. De egy healingünk azért még van. És akkor itt lesz... Valahol Sir... Akárki. Ott van Sir Crow Soldier, Sir Crow Mander, Sir Crow Enforcer. Szóval ezek mind Sir Crow emberei, akiket most ki fogunk nyírni szépen. Egyikre elengedünk egy ilyet, másikra meg egy ilyet. Aha, persze. Göcsög. Mi ez a... Ez ami új. Ó, persze, persze, hadonásza itt a kis böködde, te rohadék, aha. Ez kell még neked, mi? Na jó, feltöltődik a macsika, és akkor megyünk rá a másik csávóra. Erre. Van itt még valaki? Nincs, ugye? Ez brutál lesz szerintem. Nézzük meg, mennyire brutál. De új animációt kapott szerintem ez. Ennyi? Na ne, ez komoly. Csak ennyi volt. Alma? Tomato? Nem, nem kell semmi. És akkor erre tovább. Marci nagyon kemény lett. Amiért? Oh, cica! Mit csinálsz te? Ez szép. Sir Crow? Nyomjuk le a csávot. At last, the outsider who rallies my knights to rebellion. Oh, Jackie, what's it? Enjoy this. Best of your healing to me, Ireland, huh? Okay. Most kap egy nejöt. Ez az? Ezt még bekapod az utolsót. Ez az! Szép, 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 szép! A kis geci most. Már a pokol tüzében perzselődik. Na milyen volt, szép bép. Na, zsír volt. Jó kis küldi volt. Akkor mit kell még, mi ez? Blow Garrison Siege Horn. Ja persze, meg kell fújni a kürtet. Oké, megyünk, megfújjuk. És most! Nem ad hangot a kürt, ez akkora gáz szerintem, na mindegy. Oké, meg is van, és akkor már csak Sir Edmunddal kell beszélni. Jó. Így remélhetőleg már nem lesz semmi. Sir Edmund? Nincs itt. Itt lesz valahol kint. Csata helyszíne, igen.
Oké, menjünk akkor a Párd utca. Go! Go, 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 go! Ez az. És itt szőleg minden pont leszállunk. Hol vagy? Jaj, nem akarok semmit, mit akarsz? Na, itt vagyunk. Sikerült! I grieve for Sir Croy and all those who died fighting for him. But there was no other way to save the Knights of the Flame. Thank you for doing what I could not. Igen, nem volt más lehetőség, ugye? Hát nagyon szívesen. Szóval, véget ért a csata? Indeed. A háború. With Sir Croy slain, I am assuming command of Firebrand Keep for now. Needless to say, preparations to march to Alcair Castle have been called off. Zsír. Szóval. Igen, mivel legyilkoltuk. Ezért ő veszi át ugye az irányítást a Firebrand Keepnek. Oké, rendben. Hát akkor köszi a cuccat, meg minden. Killing my fellow knights to restore order was hard enough. This matter with Sir Hughes is unthinkable. He's down in the infirmary. I'm told he was raving about killing the Duchess before he fell unconscious. I don't know what to do. Igen, hát ugye kinyírni a saját embereit nagyon nehezére esik. És ezért minket kér meg, hogy likvidáljuk a csávot. Persze. Whatever crimes he may be guilty of, you should know that Sir Hughes was always an honorable knight. Volt valamikor. I simply must believe that his recent actions are caused by some form of insanity. The infirmary is below the Great Hall. Speak to the healer there, Odette. Get her assessment of his condition. Again, I would plead with you, if his actions are truly driven by madness, show mercy. Hát, mutassak meg bocsátást, persze. Ki fogom nyíni a gecibe, az biztos. Oké, akkor az infirmarybe kell bemenni. Ami ott lesz lent. Milyen maci is velünk. Ó, keményebben világítasz szemmel, nagyon brutál. Na itt van. Odette. If you are hello, wounded, you may take a bed in the corner. I will tend to you as soon as I can. Ez egy healer, azt hiszi, hogy megsérültünk és meg akar minket gyógyítani, de nem. Sir Hughes keressük. I'm sorry to say that Sir Hughes is in no condition to talk. I tried to help him, but this is simply beyond my ability to treat. It seems to be some type of curse. Oh. He came in mumbling to himself, and soon he was just gone. Aha, szóval idejött Sir Hughes, magából beszélt, teljesen őrült volt, és azt mondta, hogy valami átok szállta meg. Aha, és nem tudott rajta segíteni. Hát magánál van, vagy nincs, akkor is felelnie kell azért, hogy megölte ezt a... Duchess Lacana? Pontosan. He said he had killed her, but I assumed he was hallucinating. He's very ill. So, you are here to place him under arrest? Pontosan. Even if he is guilty of such a thing, he cannot answer for it if he is catatonic. He must remain here. I do not think you could cause his condition to be any worse. So you are welcome to do what you like. No, I warn you though, curses like this are very unpredictable. If you start to feel dizzy, I would suggest stepping away. Aha. Szóval ezek az átkok, ezek nagyon fura dolgok, mert azt mondja a csaj, hogy figyelmeztetnie kell, hogy kiszámíthatatlanok, és hogyha nem érzem magam arra, hogy ezt megtegyem, akkor inkább menjek innen. Itt van, amúgy. Ja,
És akkor most mi? Belépek az álmába, vagy most mi mind a másik küldetésbe, a másik karakterrel? Na erre kíváncsi vagyok, itt mi lesz. Aha. Föl kell fedezni a felső szinteket? Okay. The Duke should not have wed King Farazad's daughter. Micsoda? The Duke's marriage was a mistake. He's put us all at risk. King Farazad is planning to invade our care. Ki a túró ez? Duchess Lakana is a spy. Lakana has everyone fooled. She and her father are plotting against us. Duchess Lakama is orchestrating an attack on Holcare. She must be stopped. The Duchess has betrayed us. I have to stop her. Whatever it takes. Aha. So ez a lény manipulálja a csávót valószínűleg. Ez érdekes. Ami. Kard a kőben? Hoppá. Szóval följebb megyünk a felsőbb szintekre, de nem látom sem a lépcsőt amúgy. Itt van, oké. Okay. Jó. Akkor megnézzük, mi van itt fent. Most valószínűleg a fickó álmába vagyunk benne. Itt van. Sir Yutz. Igen? I know what you're planning. What are you doing here? Leave my room at once. I won't allow Alcaire to fall into Redguard hands. Alcaire in Redguard hands? Tears of Set. You've gone mad. I'm sorry. But this is the only way. No! Please! Osta. What have I done? Ezt a köcsögöt. Ez mi? Ez a maci? Aha! Bevett a szekrénybe. A komódba beszarok. Na jó. Ezt ki tudjuk innen szedni? Nem. Jó. Maci, gyere, akkor megyünk vissza. Te köcsög. Mit műveltél? She deserved it, didn't she? I know she did, or I think I know. Is this real? Ez egy álom. No. It's a never-ending nightmare, whether I sleep or not. I killed Duchess Lakana. The omen whispered in my mind, poisoning my thoughts. Now it tortures me, forcing me to watch the murder again and again. Azt mondja, hogy nem álom, hanem ez egy véget nem érő rémálom. Ami álom vagy valóság, akkor is megölte a Lakanát, és folyton mérgezik a gondolatait ezek a suttogó hangok, akik arra ösztönzik, hogy minél több embert öljön meg. És akkor kérdezem, hogy mi ez az az omen, aki erre ösztönöz téged? The omen of fear. Aha. Always with me, always whispering, telling me about the Red Guards, about Lakana. I believed it, but it was lying. I murdered an innocent woman and betrayed the Duke. Now it's hiding, but it's not gone. Aha. Azt mondja, hogy most rejtőzik, de nem tűnt el. És hogyan állíthatjuk meg? We have to kill it. You have to kill it. My sword. In the dream, I left it in the throne room. The omen is drawn to it. Find the sword and find the omen. Aha, tehát az volt az a kard, amit láttunk, igen. Tehát azzal lehet megölni ezt a félelem omenjét, ahogy hívja a csávó. Jó, hol volt? Itt volt lenne, ugye? Ott van lenne a kő. Vagy a kard. Na. Nem lehet itt leugrani? Mekkora szar ez? Azért. Waaaaa! Ups. Itt a kard. Megvan. I can see your fear. Azt a rohadt! Húha, boss time. Adj neki, Maci! Ja,
Ebbünk az oszlop mögé. Oké. Ezek? Azt a rohadt! Jézusom! Mekkora brutál ez? Aha, persze. Köcsög! Megvagy, oké. Okay. Töltödjön a macska egy kicsit. Ez föltöltődött élettel, vagy mi a? Te köcsög! Ezt nem hiszem el. Muszáj közel menni hozzá. Jó helyen vagyunk, leszem. Bombát elő. Ez az. Meg fogunk dögleni. Ez az! Maci király vagy, Maci, ez az! Nagyon ügyi vagy! Kis hill! Azt a kurva élet, Jézusom! Ez mekkora durvaság volt! Maci, nagyon király volt, beszarok komolyan. Hát ez... Kemény dió volt, és sikerült elsőre. May the eight bless you. Aha. My mind is free, but my sins remain. Pontosan. Jó vagy? Yes, I'm all right. But not absolved. I ordered the Knights of the Flame to rebellion. I murdered the Duchess. I betrayed the Duke. These stains on my honor cannot be washed away. Aha, pontosan. Hát bűnhődni fogsz a tetteidért, csávókám. És akkor azt mondjuk neki nagy nyugodtan, miután legyőztük ezt az egyszerű lószart, hogy... Hát csak hagyd a rémálmaidat a hátad mögött. Csak úgy nyugodtan, persze. Na jó. Hú, ez brutál volt azért. Na, ez izgi küldetés volt azért, mit nem mondjak. Remélem nektek is tetszett, srácok. Nagyon bízom benne. Szóval, mi lesz ebből még itt? Mindjárt kiderül. Haha! Na mi ez a rengeteg loading time már megint? Gyerünk, 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 töltődjé, töltődjé, kis buzina! Oké. Okay. Oké, okay, és most a következő küldetés, Duke Nathanielről beszélünk. Oké, okay, hello! Sir Edmund sent for me, and I came as soon as I could. Sir Hughes does not plead for clemency, yet he says his mind was not his own. Pontosan. Ez így van. Pontosan egy dédra hatalma alatt tette mindezt, amit tett. De most már halott ez a egyszemű lószarság. As strong as my anger may be, I sense truth in your words, and some change in Sir Hughes's character. But he murdered my wife, and for that, I can find no forgiveness. Okay, tehát akkor meg kell büntetni.
He asked me to take his life and restore honor to the Knights of the Flame. But my emotions are too strong. I cannot trust myself to make the right decision. You were in his dream. You saw what drove him to murder. You must decide his fate. Nekem kell dönteni arról, hogy megöljük, vagy ne öljük meg. Oj, 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 oj. És ha megint megszállja Deidre, akkor megint gyilkolni fog. Szóval ez nehéz döntés. Ez nehéz döntés. Most hagyjuk élve, vagy öljük meg? Hagyjuk élve, vagy öljük meg? Hagyjuk élve, vagy öljük meg? Na, szerintetek mi legyen? Srácok? Hát, mégis megölt egy ártatlan embert. Öljük meg. Then Sir Hughes will have his wish, and Lakana will be avenged. Go ahead, Sir Edmund. Forgive me, my old friend. Megkölni. Clean blow. Strike swiftly now. Egy, két, há, megvan. Ugyanígy nyílt ki a csajt is kb. Na, valami jó döntés volt. Sir Edmund will stay on as leader of the Knights of the Flame. He is a good man and loyal. Though I fear I will never trust anyone fully again. Igen, szóval azt mondja, hogy Sir Edmund, aki most az egésznek a vezetője lett, azt mondja, hogy lojális és jó ember. És reméljük, hogy ez nem fordul elő többet. És akkor kérdezem, hogy és most mi lesz? The honor of the Knights of the Flame has been restored, and Lakana's murderer is dead. Igen. However, nothing can bring my wife back. Pontosan. Tehát a bosszú megvolt, és de viszont nem tudja visszahozni a feleségét. Hát sajnos igen, ez így van. Though the immediate danger is past, I fear this might be more than an isolated event. Sir Hughes driven mad by nightmares. And I've heard the constable in Coglan Village was similarly affected. We need to know more about this so-called omen. Tehát, jó, akkor derítsük ki. The spirit wardens of Pariah Abbey. They dabble in Daedric rituals, but they're benevolent. Speak to Brother Moron at the Abbey. Ask him if the appearance of this omen should be cause for wider concerns. If so, we should warn High King Emmerich. Oké, okay, tehát ugyanez a dolog ütötte fel a fejét a szomszéd faluban is, Pariah Abbey-ben, ahol ugyanez az Omen kísért, és ugyanúgy az emberek megölik egymást, szóval ki kell derítenünk, hogy ki áll ennek az egésznek a hátterében, és meg kell keresni Muránt. Murán testvért. Murán testvért megkeressük, oké, okay, nézzük miket kaptunk. Először is. Nézzük. Kaptuk egy ilyen cuccot. 20-35-20-252. Ops, ez egy kicsit jobb. Föl is vesszük. Nagyon zsír. Oké, okay, ezen kívül még van itt valami cipellőcske. Na, nem túl jó. Maximum health. Az kell. Ez mindig kell. Elszipogja, fújt kezol, hogy te... Na mindegy. Oké. Okay. Jó. És akkor most már két fegyvert tudunk betenni. Ezt még kipróbálom, hogy távolsági fegyvert beteszek, mivel ugye ez egy ranger, vagy miért... druida akar lenni. Igazából. Úgyhogy van egy skill pointunk is. Azt el kéne még használni. Winter's Embrace. Sleet Storm. 1730 frost damage. Ez semmi. 5780. De csak Frost Cloak. Winter's Revenge. Hát ez nem valami nagy szám. Igazából...
Van az uppercut, critical charge, cleave, ezekre lehetne még tenni. Ledger man, soul magic, breton skills, gift of Magnus. Ahogy tegyünk erre, magicát neveljük 9%-kal, az sem annyira nagyon rossz. Akkor nézzük meg, hogy hol volt ez, itt volt inventoriba, és akkor a main hand backupot nézzük meg, hogy mit lehet betenni még. Itt van ez a Flame Crest Hammer, távolsági fegyverünk kézában nincs is. Itt ez gáz, ez egy kicsit gázos dolog, de most legyen így egyelőre, aztán meglátjuk. Akkor elmegyünk abba a helységbe, amivel mondta a csávó, hogy el kell menni. És itt megyünk ki. Ali! Nos. Most már nem lesznek itt ellenségek, remélhetőleg. Én utánunk Maci, ugye? Jó. Ez erre. De így nem lehet átmenni. Csak erre. Ha jól sejtem, de nem erre sem. Na nézzük, hogy lehet innen kijutni egyáltalán. És illetve először meg kell nézni, hova kéne menni. Ez a legfontosabb. Nézzük meg. Journalban lesz. Itt. Szóval oda kell menni, oké. Bejelöljük a térképen, jó. És mi most hol vagyunk? Ott vagyunk. Nem nincs is annyira nagyon messze. De először kéne jutni innen, úgyhogy ide tesszük a jelölést. És akkor tudjuk, hogy arra kell menni. Jó. Szóval akkor megyünk arra. Oké. Legegyszerűbb erre menni. Maskánk elég nagyot tud ugrani, úgyhogy nem olyan nagy gond. Jó. Na, és akkor először ugye kijutottunk. Itt a jelölés, elértük. Aztán akkor ide bejelöljük ezt a részt, és akkor ide kellünk. Oké, menjünk tovább. Szépen haladunk. Egyelőre. A chat nem nagyon aktív, de hát ez van. Jó. Ilyen messze vagyunk még. Szerintem valahol ide kéne jönni. Vagyunk. Among me. Őzike. Oké. Okay. Meg kell kerülni az egészet? Megnézzük erre. Mennyire van közel a dolog. Ellenség. Nem tudom, hogy hol a bejárat, fönt vagy lent, de az fönt lesz, hogyha megyünk erre vissza.
Volt egy macska valahol. Ott van. Na, ismerős nekem ez a rész, ezt már csináltam szerintem. Itt kell felmenni, oké. Okay. És akkor most arra. Oké. Okay. Jó. Itt kell bemenni valószínűleg. Parja, Abby, megjöttünk. Uran testvér. Say, I heard you recently arrived from Alcair. There are terrible rumors about Duchess Lakana. Are they true? Was she murdered? Pontosan, igen, igazak a hírek, amiket hallottál. Sajnos halott, igen. Méghozzá egy bizonyos Daedra, aki Omen of Fear-nek nevezi magát. I am sorry to hear about the Duchess. She was a good woman. The Omen of Fear, you say? I recollect hearing something about such Daedra before. You should ask Abbot Durak. He would know. Szóval tud valaki valamit erről a félelem Omenjéről. És azt mondja Murak testvére, hogy menjünk Abbot Durakhoz, ő tud egy-két dolgot erről. Menjünk akkor. Oké. Okay. Kösz az infót, haver. Menjünk akkor arra. Maci, gyere! Nos. Parja, Abby. Jó, menjünk tovább erre. Nos. És akkor most? Arra. Hol vagy a rohadt anyádat? Hol van? Arra? Ott van, ott a kis nyomorult. Oké. Okay. Arra megyünk. Runestone. Ezt kiszedjük. Na, meg jó jöhet. Ha már ebből csak izét healing cuccot lehet csinálni. Micsoda? I wounded myself. Ez hülye, bazd meg. Na mindegy. Bocs. Menjünk tovább akkor. Hey! Mi van itt? Akkor nem erre kell menni. Jó, először el kell menni Coglan Village-be. Persze, de nem tudunk teleportálni, de mégis tudnánk, de tudunk. Szupi. Menjünk Coglan Village-be. Oké. Okay. És akkor ehhez már itt közel lesz a küldetés. Ahova megyünk. Abbot Durakkal beszélünk először is. Mindenféleképpen. Nos, itt vagyunk, és megyünk arra. Nos, nem szokán megérkezünk.
beszélünk ezzel a valakivel, aki elvileg tud valamit erről a dologról. Missing Prophecy. De hova tűnt a küldetésünk, srácok? De... Hát én ezt nem értem. Be volt jelölve a küldetés. És eltűnt magától. Ti ezt értitek? Most mi van? Hát egyrészt nem értem, srácok, de nem baj. Össze-vissza van minden. Komolyan. Na minden, megyünk Harbridge-be, leszarom, menjünk. Kész. Ki érti ezeket a dolgokat? Én biztos nem. De elvileg Abbott Murakkal kéne beszélnünk. Ahelyett, megyünk ide. Na mindegy. Meglátjuk. De esetre érdekes, hogy csak egyszer hogy eltűnik a küldetésünk a semmibe. Na mindegy. Beértünk Glenumbrába. Vagy bagos a játék, vagy én vagyok nagyon hülye, nem tudom. Na mindegy. Reméljük, hogy az első. És nem mindegy. Jó, nem? Na nézzük. Cross switch-et felfedeztük. Ami. Halló? Oké. Okay. És még mindig esik az eső. Jó, buddy. Ups. Szépen óvatosan ölj. Mit tesz ellenség? Mi van itt? Ellenség rengeteg. Halló? We can't resist much longer. Jó, oké, kibírjátok nélkülem egy darabig. Temekedési. Oh yeah. Vagyunk itt a Mateőbe. Ups, egy láda. Ojoj. Csak óvatosan. Imádom a láda nyitásokat. Na, teljesen le kell nyomni akkor. Igen. Megvan. Oké. Okay. Volt egy be egy két cucc, és el is tűnt a láda. Na, mik voltak benne, nézzük. Cleave of Magica. Ezt be kéne rakni valahova. Mi volt még benne? Nem volt más. Nem volt még valami. Tök födő. Oda tesz. Köze sincs ahhoz, na jó. Oké. Nos, akkor...
itt lesz valaki. Element már oda. Nem itt van. Halló! Ez az. Hoppá! Ups! Pont eltalált. A köcsög. Oké, ez a legjobb fegyverem. Észrevett, jó. Maci, ez elég hangos. De nem vett észre, lenne jó. Itt van egy teleport. Oké. És megyünk arra. Hova is megyünk? Ide megyünk. Tehát egyszerűen Daggerfallba elteleportálunk és annyi. Ez kész. Nagyon egyszerű. Ide. Lúgy! Daggerfall is on! Nos. De ez a küldetés hogy tűnt el? És lehet, hogy amúgy ezt már egyszer megcsináltuk, és annak a folytatása lenne, hogy meg kell menteni ezt a két varázslót. De így lenne a Omen of Fear folytatása, nem hinném amúgy. Abot Durakkal már nem is beszéltünk, úgyhogy érdekes, hogy csak így felszívódott a küldi. Na mindegy. Lehet, hogy másnak nem fura, de nekem nagyon fura. Hát lássuk, hát ez van, ez van. Na mindegy. Menjünk Granumbrába, illetve Daggerfallba. És... kezdünk valamit a küldetéssel. Na jó. Van itt egy-két ember. Maci jön továbbra is velünk, kitartóan. Nagyon jó. Ami. For glory. Jó. Való. Meg még meg kéne javítani az összes cuccat, úgyhogy pocsmába kéne menni, ott mindent megjavítanak. Ez itt nem egy kocsma akar lenni? De ahogy is nem. Tudtam, hogy ez az lesz. Éreztem. Vizeletemem. Oké. Okay. Olyan röfögés rendesen. You look like you could use a drink. Listen well, friend. Ale makes everything better. Oké. Okay. Javíts meg a cuccokat. Oké. Okay. Ráadjuk a többi cuccot. Ezek kraftolásra jók lesznek, ez mondjuk nem. Oké. Okay. Ezeket nem lehet eladni. De kár. De ezt igen. Helmet osztam innen. Hoppá. Na. Jó van. Töki el. Oké, megjöttük a cuccot. Eladtunk. Mindenki röfög, basszus, hihetetlen. Jó, oké, köszi szépen, megyünk tovább.
Mindenki akar valamit, húzzunk innen gyorsan. És ezikettőt én még kijöttem, basszus. Daggerfallból, nem már. Na jó. Zúzzunk, 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 gyerünk, 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 ez az. Nos. Mi ezek a füstfoszlányok itt? Az égen, érdekes. Itt lesz valahol a Harbridge. A közelben. Szerintem egyszerűen erre, igen. Igen, igen. Aha. Oké, itt lesz. Meg is van. Ti kik vagytok amúgy? Haverok, jó. Akkor menjünk. Harbridge Solo. Ez egy dungeon. Jaj, tudom, ez a csávos küldetés. Ezt remélem, hogy nem láttátok még tőlem ezt a küldit. De legalább szintet lépünk. Az is valami. Nos, akkor... Nem árulom, hogy ez kicsoda lesz, de ott ki is van mondjuk hírva. Szóval... A prófétával kell beszélni. Elég szép környezetben van amúgy. Ez nagyon tetszik, tetszett mindig ez a küldetés amúgy. És az a jó még, hogy ki lehet rabolni a csávot, mielőtt. Oké. Okay. Szóval, ha nem popázott volna közben, akkor elmondtam volna, hogy itt amúgy fel lehet venni egy csomó cuccot innen. Régebben több cucc volt, most már megcsinálták, hogy ne lehessen többet. Hát egy cikk, komolyan. Na jó. Akkor nézzük, mit akarsz. Welcome to the Harbridge Vestige. This is as comfortable a home as an old dried up husk like myself could hope for. Again, azon kívül. Despite my blindness, nay, because of it, my other senses seem to have heightened. This place had the right smell about it. Igen, legelső küldetésben, amikor ugye generáljuk a karaktert, akkor ugye ő vele van az első küldetés, segít nekünk a küldetésben, és akkor ugye mindig eltűnik, megjelenik, visszajön, szóval nem mondok többet, nem akarok spoilerezni azoknak, akik még nem csinálták meg ezt a küldetést, szóval megjelenik mindig ez a fickó, és mindig mond nekünk valamit, a végzetünkről most is éppen ezt próbálja nekünk elmagyarázni. Indeed, but let us not get ahead of ourselves. Without an understanding of where we are bound, every road will get us nowhere. Before we truly understand our destination, we must speak of the past. Tehát, hogy megtaláljuk az utunkat, először a múltról kell beszélni. Ez egy történelemlecke lesz, vagy mi? Of a sort. I invite you to enter my mind and walk with me through visions of the past. That you might understand the events that brought us to this time, this moment. Mm-hmm. Szóval bele tudunk most menni az agyába, és azon keresztül elmondja nekünk, hogy mi történt a múltban, hogy megértsük a jelent. Enter my mind, Vestige, and walk with me through the shadows of past events. Oké, bemegyünk a fejébe. Hamarosan. Láthatjuk a múlt történéseit, amiben végigvezet minket. Mi is ilyen átlátszóak vagyunk. Follow me, Vestige. And learn of the events that precipitated our current crisis. My part of the story began when I awoke on the steps of the Abbey of the Moth Priests. With no memory of my prior life.
The Moth Priests took pity upon me and brought me into their fold. I was weak and near death. It was there I first set eyes upon the Elder Scrolls and devoted my life to their study. The scrolls allowed me to glimpse the very fabric of reality, but each profound insight dimmed my vision and eventually left me permanently blinded to the light of the world. Ez a játéknak a címe, ez az Elder Scroll, az egyik. Oké, beszélünk a prófétával. The prophecies of the Elder Scrolls are a fluid living thing, they are not fixed. At many points throughout history, the actions of heroic mortals have rewritten them. Szóval a proféciák vannak megírva ezekben az ősi tekercsekben, úgymond. Ami igazából, hát igazából ilyen légies, folyékony, élő organizmus, ami nem fix. Ami hát vezet minket ugye a múlt történésein keresztül, és akkor az élők hősies tetteit írják ebbe le, úgymond. És mit akarod, hogy csináljak? I only know that you are important, Vestige. The scrolls reveal to me that your destiny is intertwined with that of the five companions. Igen, ez öt csapattárs. The five companions were a band of adventurers who sought out an ancient artifact called the Amulet of Kings. They hoped to use this artifact to persuade Akatosh, the dragon god, to accept their leader as one of the dragonborn. Ezt most nem fordítom el nektek, de szerintem értitek, hogy miről van szó. Megkérdezik, ki volt a vezérük. Baron Aquilarius, the son of a Calovian duke, who led a rebellion against the Emperor Leovic and took the crown himself. Alas, Baron was not truly a dragonborn, as those who sit upon the ruby throne must be, in accordance with tradition. So ez a Baron Aquilarius volt a vezetőjük. Aki legyőzte Leovic uralkodót és megszerezte a koronát. Később Alas igazából nem igazi sárkány szülőt, vagy nem tudom, hogy fordítsam ezt. Na mondjad. You have already heard enough babbling from this old blind fool. It is time you met the five companions yourself and witnessed their fate. Meg kell ismerkedni akkor az öt The first companion, Lyris Titanborn, daughter of giants, was the mightiest warrior in the service of the Emperor. Next, Abner Tharn, a powerful sorcerer. Grand Chancellor to the Imperial Elder Council. The Red Guard Swordmaster, Sai Sahan, leader of the Imperial Dragon Guard. The Imperial Emperor, Baron Aquilarius, who attempted to light the dragon fires and failed. And finally, Manon Marco, the traitor. You're a traitor. A powerful necromancer. And your executioner. Ő ölt meg engem. És? Ja, megint beszélünk el, jó? These were the five companions who set out from the Imperial City on an epic quest to recover the lost amulet of kings. Igen, tehát ő az öt ember, akik egy olyan küldetésbe rántották bele magukat, amiben
megszerezték a királyok amulettjét. Many Marco convinced Verin that the amulet could be used to perform a ritual that would rekindle the dragon fires. He claimed this would please Akatosh and entice him to adopt Verin as one of the Dragonborn. Okay, ez nem érdekes. By tradition, only the Dragonborn can lay claim to the Ruby Throne and rule as the one true emperor by divine right. Verin conquered Cyrodiil and took the throne, but unless he became Dragonborn, he feared he'd always be thought of as a pretender. Jó, köszönjük szépen a mesét. Ajde, még mindig beszélni kell vele. Okay. By tradition only the Manimarco, the traitor, the great enemy, the most powerful necromancer this world has ever known. His worm cult infiltrates and corrupts every corner of Tamriel. It was he who convinced Verin to perform the ritual you are about to witness. Mm-hmm. Disaster, war, and pestilence. A world brought to its knees. Now watch and see how one man's arrogance brought about the greatest threat our world has ever known. So ez a Manimarco egy csaló és nekromanta, akinek a segítségével ugye minket is megöltek, ebbe a rituáléba belerángattak, és mégis ilyen járványokat bocsát egész Tamrielre, akik megfertőzik ugye az embereket, szóval... Most megnézhetem, hogy egy ember arroganciája hogyan okoz hatalmas nagy problémát a világban. Vagy valami ilyesmi. Meglátjuk, ugye ott jönnek. You have my word. It better work, Manimarco, or you'll find your neck at the business end of my axe. My lord, I wonder if you'd muzzle your half-giant pet. She really is annoying. Enough, both of you. We are here to ensure my lord's rightful claim to the Ruby Throne. Abner, begin the ritual. I have a destiny. Reborn. By the will of Akatosh, I proclaim myself Dragonborn. Baron Aquilarius, you are no heir to Alessia. You will pay for your sacrilege. The veil between Tamriel and Oblivion tears and splits asunder. What's happening? The sky's opening up. This is bad. This is very bad. Hát megcsinálta a bajt a csávó rendesen. És most hol van a proféta? Ja, ott van. The ritual tore the veil between Nern and Oblivion, allowing Manimarco to begin stealing the souls his master needed to power the dark anchors and initiate the plane meld. Szóval ez a rituálé arra volt jó, hogy Nira és... a többi társának a lelkét elszívta gyakorlatilag, és az ő mesterének adta át, hogy ezeket a, hát úgymond sötét ilyen karókat vagy vasmacskákat tudjon táplálni. Akatosh gave Alessia the Amulet of Kings as a symbol of his covenant with Nern. So long as the amulet remained in the care of Alessia's heirs, and the dragon fires remained lit, Tamriel will be protected from the Daedra.
És következő? Nanamarco tricked Varin into breaking the covenant, and the veil between Oblivion and Nern was torn. The Elder Scrolls named this event the Soul Burst. It gave Molag Bal the opportunity to disconnect the souls of Nern from their hosts. És mi történt a többiekkel? Varin was lost. In the chaos of the moment, Sai Sahan took the Amulet of Kings and fled. Laris was captured by Menemarco and delivered to Cold Harbor, the realm of Molag Bal. Thaun remains Chancellor of the Elder Council, and his daughter Clibio rules as Empress Regent. But the true power remains in the hands of Menemarco and his worm cult. When I discovered the truth about the five companions, I made subtle inquiries, but apparently not subtle enough. Manamarco got word of my interest and abducted me. He took me to Cold Harbor, where I remained a prisoner until you freed me. Aha, szóval értem, oké, okay, tehát... Oké, okay. Azt nem mondtam el, de őt mentettük meg amúgy a legelején. Amikor Manamarco csapdába ejtette, és... őt, és meg... már csapdába ejtette, oké. Okay. The truth is always a threat to evil men. Manamarco feared I would reveal his treachery, and if knowledge of Nan's vulnerability were to become known, it could threaten his master's schemes. Molag Bal does not favor loose ends. Walk with me. Okay. Akkor menjé. Long ago was written, so long as the Amulet of Kings was borne by Alessia's heirs, Tamriel would be protected from the forces of Oblivion. But the Soul Burst tore the veil between worlds and gave Molag Bal the opportunity he desired. Molag Bal's dark angles pierced the tall veil that seemed to draw near into the depths of Kaldheim. His terrible engines of destruction were appearing all throughout Tamriel. Oops. Igen, akkor ezeket láthattuk az előző küldetésekben is, kb. If the Lord of Brutality and Domination is successful, he will merge our world and his own in a terrible plane realm. Few will survive the ordeal, and those that do will be enslaved for all eternity. And so it falls to us, Vistage. We must stop Molag Bal and his dark anchors, or our world is doomed. Now history seems to have caught up with us. Shall we return to the harborage? Menjünk. As you say. Eleget láttam már. Szóval ez a sztori, a fő sztori gyakorlatilag erről szól, hogy ezeket a Dark Anchor-öket megakadályozzuk, hogy lejöjjön meg, különben akkor egész Tamriel Molag Bal uralma alatt lesz. Úgyhogy ennyi a végül a sztori. And so it begins. The remainder of the story has yet to be written. It is your story now. Ez most az én sztorim kb. Sok mindent adtál tudtam, amit gondolkodnom kéne, igen. There is so much to do. But know this, you will not walk this path alone. Szóval, hogy nem megyek egyedül az utamon. Következő move. We must grow in strength and in numbers. You will need more than the company of an old blind man to alter the course of history. We must assemble our own group of companions. The first you have already met. Lyris Titanborn. Lyris sacrificed her own freedom to allow us to escape. She remains a prisoner in Cold Harbor. I must determine her precise location if we are to mount a rescue. That will take time. Ugyanúgy, mint az elején, ő kimentett minket, mi kimentjük őt, most visszaadjuk neki ugyanazt a kölcsönkenyér visszajárt gyakorlatilag. They pit the races of Tamriel against one another and divert their attention from the real threat. Seek out these agents, wherever they can be found,
and expose their lies. Forgive me. Bringing you to my mind seems to have taken quite a toll on me. I must rest. I will contact you when the time is right. Until then, walk in the light, Bistic. Okay. Egy skill pointot kaptunk. Muszáj elküldeni. Jó, nézzük valamit a brutál durvát. Keressünk azért. Screaming Cliff Racer. Ez be van rakva. Subterranean Assault. Ez brutál azért. Ami durvá most nem is nagyon van, úgy látom. Green Balance from Healing Seed. Na ez lehet, hogy jobb, mint a gomba talán. Aha. Gomba helyet berakjuk akkor ezt. Jó. Oké. Jep. És akkor megyünk innen ki. Következő küldi. Az az egy maradt, ami most benn van. Ha akarjátok, csinálhatunk melléküldiket is. Az se lesz amúgy rossz. Itt van egy jó pár azt, amit a környékem. Isten igazából, ezek vannak. Na. Ki mondja, hogy csináljunk még egy melléküldit? Stream vége előtt, na. Írjatok chatbe, hogyha akartok. Please give me notes in chat when you like to end of the stream another quest to make it. Please let me know. Bátran a csetesek írjanak, hogyha vannak itt egyáltalán emberkék. Csináljuk meg a egy melléküldit stream vége előtt, vagy legyen vége a streamnek. Rajtatok múlik. Nos, mi legyen? Rajtatok áll a dolog. Oké, elszámolok 10-ig. Katron 10. És hogyha nem lesz semmi, akkor vége lesz a streamnek. And but it's nothing to do, then the end of the stream is coming. So, gyerünk. Szóval visszaszámolok 10-től 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, akkor vége lesz a streamre, srácok, ennyi. Hát köszönöm, aki velem volt a streamben végig, és követte az eseményeket. Legközelebb legyetek kicsit közlékenyebbek, mert hát nagyon üres volt a chat így. Semmi visszajelzést nem kaptam. Legközelebb kicsit aktívabbak legyetek. És akinek tetszett a stream, az nyomjon egy follow gombot, illetve iratkozzon fel a csatornára, és ha még nem tettétek meg, és találkozunk egy másik streamben, egy másik játékkal a jövő héten. Mindenkinek szép estét kívánok, szevasztok srácok!